estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Nagyatádi Városi Televízió nézőit. Kérem, tekintsék meg a 2017. évi első képes ajánlónkat. Az áfa kulcsok csökkennek, a minimálbér viszont emelkedik januártól. Olcsóbb lesz az internetszolgáltatás, de a vendéglátásban is változások állnak be. Megkezdődik a karácsonyfák elszállítása Nagyatádon. Az utcára kidobott fenyőket zöld hulladékként újrahasznosítják. A Máltai Szeretett Szolgálattól érkezett jelentős mennyiségű adomány a harckocsizók nagyatádi karitatív szervezetéhez. A ruhaneműk, játékok és gyógyszerek a rászorulókhoz kerülnek. Elbúcsúztatták az óévet az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület tagjai. A rendezvényen egy meglepetés produkcióval is készültek a szépkorúak társaiknak. Január 1-től további 10 új tevékenységi körre vonatkozik az online pénztárgépek használata. A Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete szint nem csak a taxisoknak és a vegytisztítást végzőknek, de a szoláriumot, szaunát, valamint gyógyfürdőt üzemeltetőknek is kötelező online pénztárgépet használniuk. Városkörnyéki úszóversenyen vettek részt óvodás és általános iskoláskorú gyerekek. Szilveszteri rendezvényt tartottak a NUSE tagjai, mely a felhőtlen kikapcsolódás jegyében telt. Az egészen kicsiktől az idősekig minden korosztályból érkeztek résztvevők a szilveszteri futásra, melyet a Nagyatádi Triatlon Szabadidő Sportegyesület szervezett december 31-én. Két csapat mérkőzött meg decemberben a szilveszteri kupán 2016-ban. Nagyatádi és környékbeli játékosok csaptak össze. Az első két helyet a hazai csapatok nyerték el. Még külföldről is érkeztek játékosok az év első teremlabdarúgó mérkőzésére, melyet a sportcsarnokban rendeztek meg. január 1-én életbe lépett az élelmiszeripart, a vendéglátói szférát és az internetes szolgáltatást érintő áfacsökkentés, mely az áfakulcsok változtatásának köszönhető. Mindemellett a minimálbérek növekedése is számottevő. Idén az áruk és szolgáltatások is olcsóbbá válnak. Január 1-től több lakosság és vállalati adó és más köztermértéke is csökken. Nő a minimálbér és a szakmunkás bérminimum a közalkalmaztatási szférában. A legnagyobb mértékű csökkenést az élelmiszeripar fogja érzékelni a fogyasztók mellett, mivel a baromfihús, a tojás és a friss tej forgalmi adóját minimalizálják. Az áfa e termékekre egységesen 5%-ra lesz csökkentve az eddigi 27-ről. A fogyasztók ennek hatására legalább 17%-os árcsökkenésre számíthatnak e termékeknél, de egyes az MTI által megkérdezett élelmiszerláncok ennél is nagyobb ármérséklést ígértek. 27%-ról 18%-ra csökkentik az adókulcs mértékét a vendéglátó egységek és annak látogatóinak örömére. Mindez vonatkozik a melegétel és a helyben készült nem alkoholos italok áfájára, a fogyasztókra terhelt összeg azonban több vidéki étteremnél is várható, hogy marad az eddigi szinten, mivel a béremelések miatt több kiadási többlettel kellett számolniuk, mint a tavalyi évben. Életbe lép az internet áfa csökkentése a digitális jólét program keretében. 27%-ról 18%-ra csökken az adó, ahol azt is érdemes tudni, hogy csak az internet és a mobilnet áfája változott. Így a csomagárakból is csak az internetes hozzáférést biztosító szolgáltatások adója csökken, a többi az áfától függetlenül változatlan marad. A szociális partnerek, munkáltatók, munkavállalók képviselői és a kormány között tavaly novemberében létrejött megállapodás alapján az idén a minimálbér 15%-kal, a garantált bérminimum 25%-kal nő és legalább 2%-ponttal csökkennek a járulékok. Ez magába foglalja mind a kézzelfogható kereseti növekedést, mind a kafetéria lehetséges növekedését is. Ezek persze még csak számadatok, kézzelfogható változásokat ugyan még nem tudunk közölni, de a gazdasági szakemberek szerint az első 3 hónap az a mérvadó időszak, amiből már lehetséges a megfelelő következtetéseket vonni. Az eddigi évekhez hasonlóan fog zajlani a karácsonyfák elszállítása Nagyatádon, amiről egy rövid felhívást készített a város közszolgáltatója. Január 6. A vízkereszt. Epifánia, vagy a három királyok megnevezésű egyik legjelentősebb és legősibb keresztény ünnep, amely Krisztus megjelenésének, kinyilvánulásának ünnepe és a karácsonyi ünnepkör vége.
Ennek következtében a karácsonyt ünneplő családok egy részénél zöld hulladék maradt karácsonyfa nevében. A Virdis Pannónia Nonprofit Kft., mint a Nagyatád város közszolgáltatója, a település lakossága része biztosítja a zöld hulladékok elszállítását a házhoz menő gyűjtési rendszerében, ahogy éveken keresztül is tette ezt. Ennek keretein belül 2017. január 13-án és január 27-én egy pénteki napon a lakosság által kihelyezett karácsonyi fenyőfák elszállításra kerülnek. A társaság közleményében kiemelte, hogy a karácsonyfákat a díszektől, caloncukorpapíroktól megtisztított állapotban helyezzék a közterületre, a hulladékgyűjtő helyére vagy amellé a reggeli 6:30-as időpontig. Mindezt lehetővé teszi a biohulladék zökkenőmentes újrahasznosítását. Fontos, hogy az elszállítandó karácsonyfát úgy kell kihelyezni a közterület biztonsága érdekében, hogy ez a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza. Ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, valamint a gyűjtést végző gépjármű és annak személyzete által jól megközelíthető legyen. Ugyanaz időjárás zöld mi voltja megnehezíti ennek a folyamatnak a lebonyolítását, de az újrahasznosítás és a környezettudatosság szellemében tudjuk, hogy ezzel is csak jót teszünk a Földünk jövőjéért. A Máltai Szeretetszolgálat fő célja, hogy segítsen a rászorulókon. Az önkéntesek a karácsonyi időszakban az adományozást tekintették a fő feladatuknak. 2016-ban a Harckocsizók karitatív szervezete is felvette a kapcsolatot a Budapesti Szeretetszolgálattal. Gyerek és felnőtt ruhák, lábbelik, játékok, de gyógyszerek, vitaminok, valamint tápszerek is érkeztek adományba, melyet a Máltai Szeretetszolgálat ajánlott fel a Szent Kristóf Harckocsizók karitatív civil társaságának. A nagyatádiak felkeresték a város szociális intézményeit, valamint a civil szervezeteket, hogy megtudják, hol is van leginkább szükség a 42 zsáknyi adományra. Kaptunk egy nagyon jelentős adományt, így karácsony előtt, ami legfontosabb, hogy úgy a önkormányzat, mint az önkormányzati képviselők közül mondjuk Németh Csaba úr, nagyon is mellé állt ennek a kezdeményezésnek. Kaptunk egy raktárat, most ez a birodalmunk, amit itt látunk. Az adományokkal együtt 8 darab matrac is érkezett, melyeket a naplemente idősek otthon lakóinak ajánlottak fel a nagyatádi szervezet tagjai. Ígéretet kaptunk arra, hogy különböző egészségügyi segédeszközöket fognak adni, a kerekesszékeket, különböző támbótokat, járókereteket. Tehát ezek is az idősek és a nehezen mozgók életminőségét javító segédeszközök lesznek. A nagyatádi szervezet már korábban is támogatott több civil szervezetet a városban, akár csak az idősek otthonát, ha fúziavni a közreműködésével. A nagykövet 2016 karácsonyán ajándékokkal kedveskedett a lakóknak, melyek az otthonfája alá kerültek. Hafuzi Avnia úr megkérdezte, mennyi gondozott van, mennyi nővérke van, és akkor az szerint adományozott szerény ajándékot férfiaknak, zoknit, hölgyeknek, törölközőt. A ruhák és játékok mellett azonban a tápszerekről, a vitaminokról és a különböző higiéniai termékekről sem feledkeztek meg a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai. Ezek szétosztásához Hortobágyi Ferenc a helyi védőnői szolgálat segítségét kérte. Azzal foglalatoskodtam, hogy körbe telefonáltam, hogy ki tud nekem segíteni, hogy ezt a fajta adományt jól és hasznosan tudjuk felhasználni, mivel mi öreg bakancsosok nem nagyon értünk ehhez, de már van segítség, úgyhogy oda fog érkezni, ahova kell. A Szeretetszolgálat azon adományai pedig, melyeket nem sikerült az ünnepek előtt szétosztani, januárban adják át a rászorulóknak a karitatív szervezet tagjai. Hagyomány az őszi napfénynyugdíjas egyesületnél, hogy a tagok közösen búcsúztatják az új évet. 2016-ban sem volt ez másképp. A szilveszteri rendezvényükön együtt emlékeztek vissza a közös fellépésekre, programokra, és egy meglepetés produkcióval is készültek a szépkorúak. Egész évben próbáltak az őszi napfénynyugdíjas egyesület tagjai, akik január elejétől minden hét csütörtök délutánját arra szántak, hogy felkészüljenek a fellépésekre. Nem véletlen, hiszen számos szereplést tudhatnak maguk mögött a tagok. Legutóbbi rendezvényükön az óévet búcsúztatták, ahol Antal Józsefné köszöntője után összefoglalta, milyen tartalmasan is telt az elmúlt esztendő. Az egyesület ezt az évet nagyon szépen zárta. 12 hónapban 15-ször szerepeltünk, és komoly helyeken. A budapesti Szimacsarnokban szerepeltünk, az rengeteg ember előtt, nem is tudom megmondani, hogy hány. És olyan színészekkel léptünk fel a színpadra, hogy tényleg nagy színészekkel.
szóval nem akarom sorolni, már nagyon sokkal, és a rengeteg nyugdíjas az ország minden részéről voltak ott, és mi negyedszer kaptunk meghívást, és negyedszer is elmentünk. Ám a szilveszteri rendezvényükről sem maradhatott el a szereplés. Egy meglepetés műsorral készült az énekkar annak a párnak, akik 50. házassági évfordulójukat ünnepelték 2016-ban. A tagok ünnepélyesen köszöntötték Vince Sándort és Vince Sándornét. Az alkalomhoz illő dalok és vers mellett a Meseautó Betét dalából is felcsendült egy részlet. A köszöntő után pedig csokorral, illetve egy-egy száz szegfűvel kedveskedtek a házaspárnak. Ezt követően hogyan is folytatódhatott volna másképp a rendezvény, mint egy jó hangulatú vacsorával? Ez most szilveszter miatt van, már mi ezt nem szoktuk csinálni, hogy maradott, de most kérték az asszonyok azt, hogy Marika, ne legyen rántott hús, tőtött hús, ehhez hasonló, hanem most akkor legyen igazi szilveszter és legyen malac. Az este folyamán tombola sorolásra is sor került, majd tánc következett, melyhez Ignác János szolgáltatta a talpalávalót a szépkorúaknak. Ám éppen, hogy lezárták az elmúlt évet a tagok, de hamarosan megkezdik a 2017-es esztendő fellépéseire való felkészülést, melyekről szó esett a szilveszteri programon is. Áprilisban Balatonfüredre megyünk, és ezt már polgármester úrtól megkaptuk a támogatást arra, hogy ide biztos, hogy elmegyünk. De viszont nekünk is nagy anyagi kihívás, mert viszont a szállást, azt nekünk kell fizetni. Idén 7. alkalommal rendezik meg az Életet az Éveknek fesztivált, melyen már sokszor szerepelt az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület is. Ám a legfontosabb a szépkorúak életében mégis az egészségük megőrzése, melyhez hozzásegíti őket az állandó mozgás, a tánc, illetve az is, hogy közösségben barátok közöltik a szabad idejüket. Jelenleg közel 217 000 online pénztárgépet használnak Magyarországon. 2017. január 1-től 10 új tevékenységi körben lesz kötelező pénztárgépet használni. Tehát 2017. január 1-től csak is online pénztárgéppel tehetnek eleget a nyugtatási kötelezettségüknek a gépjármű javító karbantartó tevékenységet végzők és gépjármű alkatrész kiskereskedelmet folytató adózók, illetve motorkerékpár javító karbantartó tevékenységet végző és motorkerékpár alkatrész kiskereskedelemmel foglalkozó adózók. A teljesség igénye nélkül ide tartozik az alkatrész, a tartozékok értékesítése, különféle szervizek, a karosszéria festés, a fényezés, a gumiabroncs, szentírozása, szélvédőjavítás és maga a gépjármű szerelése is. Rajtuk kívül a változások a diszkót üzemeltetőkre is vonatkozik, de további tevékenységi körökben is használni kell online pénztárgépet a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete szerint. Szintén online pénztárgéppel tehetnek eleget a nyugtatási kötelezettségüknek a fekvőbeteg ellátási tevékenységből, kizárólag a plasztikai sebészeti tevékenységet végzők, valamint a testedzési tevékenységet végzők és a tánctermetés diszkót üzemeltetők is. Ugye diszkók esetében eddig is kötelező volt az online pénztárgép használata a pultnál történő italfogyasztásnál, azonban mostantól már a belépőjegy vásárlásnál is online pénztárgépet kell használniuk. A szörmemosást, vegytisztítást és vasalást végzőknek, valamint a fizikai közérzetjavító szolgáltatást nyújtóknak, vagyis szoláriumot, gyógyfürdőt, szaunát üzemeltetőknek is kötelező lesz online pénztárgépet használniuk. De a masszőrökre, a taxisokra és a pénzváltókra is vonatkozik a rendelet. Az online pénztárgépeket 2014-ben vezették be, és az elmúlt időszakban meg annyi szabálytalanságot találtak a NAV munkatársai az ellenőrzések során. Az online pénztárgépek ellenőrzése során a leggyakoribb hibák közé sorolható a készpénzkészlet eltérés, illetve a nyitókészlet rögzítésének az elmulasztása, vagy a téves rögzítés, illetve az adózók gyakran nem jelentik be a pénztárgép üzemeltetési helyének a változását, illetve sokan elmulasztják a kötelező éves felülvizsgálatot. Az ellenőrzések során többször előfordult olyan is, hogy arra derült fény, hogy a munkáltató nem jelentette be az alkalmazottját. S hogy mi a teendőjük azoknak, akiknek január 1-től kötelező használniuk az online pénztárgépet? Tehát az újonnan kötelezetteknek első lépésként a PTG-reg nyomtatványon üzembehelyezési kódot kell kérniük.
az elektronikus bevallása benyújtására kötelezetteknek elektronikus úton, egyéb esetben pedig papír alapon kell elküldeni a nyomtatványt a NAV részére. Abban az esetben, hogyha valaki elektronikusan nyújtotta be az adatlapot, akkor a beérkezéstől számított 5 napon belül a NAV az elektronikus tárhelyére fogja kiküldeni az üzembehelyezési kódot, a papír alapon kért üzembehelyezési kódot pedig a beérkezéstől számított 8 napon belül fogja a NAV kiküldeni a megjelölt postai címre. Abban az esetben, hogyha az adózó már rendelkezik üzembehelyezési kóddal, a megfelelő pénztárgép típusát is ki kell választania. A megfelelő pénztárgépet választja ki, az engedélyezett típusokat pedig a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal honlapján tudja megtalálni. Arra kell figyelni az adózónak, hogy a hatályos szabályozásnak megfelelő pénztárgép típust válasszon. Hogyha megvan a megfelelő pénztárgép, akkor az eladó segítségével rögzítik az üzembehelyezési kódot, valamint az AP számot. Abban az esetben, hogyha ez sikeres, akkor az adóügyi ellenőrző egység kapcsolatba lép a NAV szerverével, és üzembe helyezi magát a pénztárgépet. Ugyancsak fontos lépés a SIM-kártyát biztosító hírközlési szolgáltatóval történő szerződéskötés, hiszen az online üzemmódhoz egyfajta mobil adatkapcsolatra van szükség, gyakran ez a szerződés megköthető a forgalmazóknál is. Azok, akiknek januártól válik kötelezővé az online pénztárgép használata, támogatást vehetne igénybe. Abban az esetben, hogyha az adózó új kötelezett, tehát 2017. január 1-től kell online pénztárgépet használnia, illetve megfelel a Nemzetgazdasági Minisztériumi Rendeletben meghatározott feltételeknek, és üzembe is helyezi az idei év végéig, tehát 2016. december 31-ig a pénztárgépét, akkor 50.000 forintos támogatást tud igénybe venni, maximum 5 újonnan üzembe helyezett pénztárgépre. Poszovácz Gabriella elmondta, az új tevékenységi körökbe tartozó vállalkozásoknak arra is lehetőségük van, ha nem szeretnének pénztárgépet üzemeltetni. Abban az esetben, hogyha az adózó online pénztárgép használatára kötelezett, azonban vállalja, hogy minden esetben számlát állít ki a termékértékesítésről és szolgáltatásról, illetve hogyha ezekről a számlákról napi bontásban havonta a tárgyhónapot követő hónap 15-ig elektronikusan adatot szolgáltat a NAV részére, akkor nem kell online pénztárgépet használnia. Ezt az adatszolgáltatást csak akkor kell elvégezni az adózónak, hogyha számla kiállítása történt, tehát hogyha az adózó nem állított ki számlát az adott hónapban, akkor nem kell adatot sem szolgáltatnia, illetve az adatszolgáltatás csak is azokra a számlákra érvényes, amelyeket nyugdíjkibocsátás helyett állítottak ki. 2017. január 1-jét követően kizárólag az új műszaki követelményeknek megfelelő pénztárgép helyezhető üzembe. Ahhoz, hogy a korábban engedélyezett pénztárgépek megfeleljenek az új műszaki követelményeknek, a forgalmazónak szoftverfrissítést kell a pénztárgépeken végrehajtania. Az ehhez szükséges forgalmazási engedély módosítás iránti kérelmet 2017. április 30-áig kell benyújtani az engedélyező hatósághoz. Közeledve az év utolsó napjához újra benépesült a Nagyatádi úszoda medencéje és lelátója. A Diák Olimpia város környéki úszóversenyén vettek részt a nagyatádi és a környékbeli fiatal sportolók. A nagy lelkesedéssel készülő versenyzők 2016-ban utoljára mérhették össze tudásukat. A Diák Olimpián több versenyszámban is csobbanhattak az alsó és felső tagozatos gyerek is. Az úszóverseny, amely az év zárása is volt egyben, jó reményekkel kecsegtet a fiatalok számára az új esztendőben következő edzéseken és versenyeken is. Bár az év utolsó napja mínusz 8 Celsius fokos hideggel érkezett el, voltak, akiket ez sem tántorított el az ünnepléstől. A gyógyfürdő külső medencének 26 fokos vize ugyanis a kinti hideg ellenére is ideális volt egy kis kikapcsolódásra. A nagyatádi úszó és kerékpáros sportegyesület tagjai egy vízilabda mérkőzéssel zárnak minden esztendőt, ám 2016 szilveszter délelőttjén eltértek a hagyományoktól, s ezúttal a pihenés és a szórakozás került előtérbe.
A nagyatádi gyógyfürdőben megrendezett programra vidékről, de még Budapestről is érkeztek fürdőzni vágyok. Közel 30-an gyűltek össze a tagok és vendégek, hogy pezsgővel és az elmaradhatatlan lila hagymás zsíros kenyérrel búcsúztassák az óévet. A szilveszter délelőtt a nevetés és a szórakozás jegyében telt a baráti társaság részére. 2017. decemberében azonban újra a vízilabda kapja a főszerepet a Nuse szilveszteri programján, addig viszont... Több mint 100-an vettek részt a Széchenyi Parkban rendezett hagyományos szilveszteri futáson, melyet a Nagyatádi Triatlon Szabadidősport Egyesület szervezett. Január első heteiben még mindenki buzgón igyekszik betartani az újévi fogadalmait, akik közül sokan azt az ígéretet teszik maguknak, hogy több időt fordítanak az egészséges életmódra, a mozgásra. Ám ha sportról van szó, a nagyatádiak nem csak hogy azzal kezdik az esztendőt, de így is búcsúztatják. 20 éve hagyomány, hogy szilveszter napján idősek és fiatalok közösen futnak le 3000 métert a Széchenyi Parkban. És indul a szilveszteri futópark! Hajrá sport, szervusz 2016! Hosszú sor. Amikor a déli harangszó megszólal, a harangszó első kongatására nekilódulunk a parkban, és azon a pályán, ahol egyébként az extrémben futása is zajlik részben, 5 kört teljesítünk, ami nem sok, 3 kilométer, persze nézőpont kérdése, hogy kinek mennyi a sok vagy nem. Nem kötelező 5 kört futni, lehet 1 kört is, 2 kört is, kinek milyen kedve van. A rendezvényen 3 korcsoportban indulhattak a résztvevők. Elsőként az óvodáskorú gyerek teljesítették a saját távjukat. Az a legszebb dolog, amikor egy család együtt fut, és azért, hogy a picikurok nehogy véletlenül lábak közé keveredjenek, mert azért elég szűkös az út, számukra 3:12-kor, tehát úgymond a nagy futam előtt egy kis baráti, rövidített távon, egy ilyen 300 méteres távon egy ilyen baráti futóversenyt rendezünk. A legkisebbek az egyesület vezetőedzőjének felvezetésével rajtoltak el a rendezvényen. A program nem titkolt célja az is, hogy megszerettessék már egészen kicsi korban a mozgást a gyerekekkel, ami azért is fontos, mert lehet, hogy köztük van egy leendő olimpikon, tette hozzá Herr Gyula. Az óvodások között azonban felbukkant a futópályán néhány első és második osztályos kisdiák is. Ezt követően pedig jönnek az általános iskolások, illetve egészen a 100 éves kori a nyugdíjasok. Óriási öröm számunkra minden évben az, hogy itt van a Nagyatádi Triatlon Szabadidősport Egyesület egyik doyenje, Szűcs Miklós bácsi, aki immáron 74. évét tapossa, és alkalmas arra, hogy 5 kört lefut. A jó hangulatú futópartin részt vett Orma István polgármester is, aki minden évben lefutja a táv egy részét. De a futók találkozhattak Péter Attilával, a Nagyatádi Triatlon magyar hangjával is, aki jelenlétével színesítette a rendezvényt. A szilveszteri futáson nem közhely, hogy a részvétel számít és nem a győzelem, hiszen nincs eredményhirdetés. Ám nem is az a fontos, hogy ki a leggyorsabb, hanem az, hogy mindenki célba érjem. Az a lényeg, hogy mozogjunk együtt, tegyük meg az újévi fogadalmainkat, nézzünk vissza egy kicsit, köszönjük meg azt a képességet, hogy igen, képesek vagyunk még erre a mozgásra, mert ez egy csodálatos dolog. A program tombola sorsolással zárult, jutalmazva azokat a résztvevőket, akik 2016 utolsó napján is tettek az egészségükért, és teljesítettek legalább 1 kört az 5-ből. A 2016-os év végén is megrendezésre került a hagyományos szilveszteri kupa a városi sportcsarnokban. 12 csapat mérte össze tudását a bajnokságon, melyen külön díjak is kiosztásra kerültek. Ha szilveszter, akkor MLS kupa. Immáron több mint 15 esztendeje hagyomány, hogy a nagyatádi és a környékbeli focisták egy utolsó nagy megmérettetéssel búcsúztatják az óévet. A futballmeccseket nagy érdeklődés övezte 2016-ban is, teljesen megteltek a lelátók. 2016. december 28-án rendeztük meg a Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy megyei igazgatósága által támogatott szilveszteri teremlabdarúgó tornát. 12 csapat nevezett az elmúlt évekhez hasonlóan. A bajnokságon összesen 3 darab 4-es csoport volt, melyek mindegyikéből a legjobb 2 együttes jutott tovább.
2016-ban azonban másképp alakult a továbbjutó csapatok létszáma, mint ahogy azt a korábbi években megszokhattuk. Nem 8 csapat jutott tovább a csoportküzdelmekből, hanem csak 6. Ezáltal 3-as döntőt tudtunk a végén rendezni, 2 nagyatádi csapat, illetve egy barcsi együttes vett részt a 3-as döntőben. A 3-as döntő nagyon szoros mérkőzéseket hozott. Mindegyik találkozó eredményét csupán 1-1 gól határozta el, illetve 2 meccsnek büntető rúgások döntötték el a végkimenetelét. Szerencsére elmúlt évekhez hasonlóan nagy közönség sikert aratott a rendezvény, hiszen déltől délután 1 órától már tömött lelátók előtt zajlottak a mérkőzések. Szerencsére sportszerű küzdelmeket láthattunk, köszönhető a 3 talpra esett Karakán játékvezetőnek, akik nagyon jól kézben tartották a mérkőzéseket. Hiába voltak feszültségek, hiába voltak szikrázó pillanatok, ők a határozottságukkal, illetve a fegyelmező készségükkel jól kordában tartották a dolgokat. Az első 2 helyet a nagyatádi focisták szerezték meg, míg a dobogó 3. fokára a barcsi csapat állhatott. A kupán külön díjat zsebelhetett be legjobb kapusként Vörös Ákos, az NFC játékosa, míg a legjobb mezőnyjátékosnak járó címet Herzsenyák Áron, a Bene Ferenc labdarúgó akadémia növendéke vihette haza. Nem csak az imént látott rendezvényen rúghatták a bőrt a foci kedvelők. Rengeteg érdeklődőt és játékost vonzott Nagyatádra a több éven megrendezett Dufa Kupa. A környező településekről, valamint külföldről érkezett csapatok is részt vettek a megmérettetésen. Idén is, immár a 4. alkalommal mérettek meg a futballisták a nagyatádi sportcsarnokban a helyi faipari cég jóvoltából a Dufa Kupán. 4 év volt az első Dufa Kupa, eleinte 12-13 csapattal, idén pedig már 16 csapattal tudtuk megrendezni. Folyamatosan bővülnek a csapatok, most már külföldről is jöttek hozzánk, Horvátországból és Erdélyből is vannak csapatok, ők tavaly is voltak, valamint idén már 2 budapesti csapat is van, és Zala megyéből, Lentiből, Kaposvárról, tehát elég sok helyről érkeznek most már a csapatok, ugye elment a híre a Dufa Kupának, és egyre színvonalasabb. Igazából szerettünk volna így új év alkalmával egy kis focival kezdeni az évet. A teremfoci mérkőzés sorozat ugyan barátságos mérkőzésnek ígérkezett, de természetesen a sportolók mentalitásának köszönhetően érződhetett mindenkin a nyerni akarás és a sport szenvedélye. Korosztály megkötés nincs, 3 ifjúsági csapat is, tehát ilyen 18 év alattiak is neveztek. Csoportokat azt sorsoljuk, tehát ott Fortuna dönt. Nagyjából hasonlóak a szabályok, mint a nagypályás focinál. Az első 4 helyezett kerül díjazásra. Az első 3 kupát kap, és az első pluszban még egy vándorkupát is, amit tavalytól vezettünk be, valamint pénzdíjazás is van. És díjazzuk a legjobb játékost, a legjobb kapust és a gólkirályt is. A 16 csapat mindegyike kitett magáért a pályán, de zárásként a dobogó legfelső fokára a nagyatádi Young Boys léphetett, aki a kaposvári Joker Sport követi a ranglétrán. 3. helyre a kadarkúti Fapuma FC került. A kupa külön díjazottjai mind dobogós csapatok közül kerültek ki. Gólkirálynak Pozsonyi Lászlót koronázták a Fapumákból, a legjobb játékosnak járó díjat Böjte Patrik vihette el a Joker Sportból. A legjobb kapus díját pedig Kis Máté kapta a nagyatádi győztes Young Boys csapatából. Az adás hátra levő részében, ahogy az elmúlt évek alatt megszokhatták a kedves tévénézők, 2016 első negyedévének legfontosabb eseményeit tekinthetik meg. Tartsanak velünk a jövő héten is!